Hiába adott 700 millió forinttal drágább ajánlatot a másik pályázónál, mégis a századvég nyerte el a Magyar Nemzeti Bank által kiírt 1,8 milliárd forintos uniós közbeszerzést. A pályázat részleteit a vesztes Kopintár kihozta nyilvánosságra. Az LMP feljelentést tett az ügyben hűtlen kezelése és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Hiába kerestük, sem a jegybank, sem a századvég nem akart kameránk elé állni. Csinosítják a Tiszaroffi kastély parkját. A 2600 négyzetméteres birtokot a hozzátartozó medencés parkkal 415 millió forintért vette a Magyar Nemzeti Bank tavaly. A következő három évben ennek a sokszorosát költi a jegybank tanulmányok készítetésére, elemzésekre és kommunikációs feladatokra. Az erről szóló uniós nyílt közbeszerzési eljárást idén januárban írták ki. A pályázatra két cég jelentkezett, a milliárdos kormányzati megrendeléseket korábban is elnyert századvég és a Kopintárki konzorcium. A szerződés becsült értéke 1,8 milliárd forint volt, a századvég pont ekkora összegről tett ajánlatot. A Kopintárki ennél 700 millió forinttal kevesebbért, 1 milliárd 120 millió forintért is elvégezte volna a munkát. A győztes mégis a századvég lett. A Kopintárki vezérigazgatója azt mondja, az áron kívül az egyéb szempontoknál a századvég szinte mindenre maximális pontot kapott, így a legnagyobb súlya a számító mintatanulmány készítésére is. A századvég egy olyan mintatanulmányt adott be, és ezzel nyert a Kopintárki konzorciuma ellen, annak ellenére, hogy mi lényegesen olcsóbbak voltunk, ami sem formailag, sem tartalmilag nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyeket az ajánlatkérő, az MNB a pályázati dokumentációban előírt. Az LMP hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt feljelentést tett az ügyben. Megint csak felfeslett az a háló, ami mögött a korrupciós csatornák rejlenek. Erős a gyanú arra, hogy az MNB által kért közbeszerzés nem az a pályázó nyerte, aki összességében a legjobb volt, hanem az, akit ki kellett hozni úgymond győztesnek, és erre nagyon sok jel utal, ezek a jelek miatt teszünk feljelentést az ügyészségen. Szerettük volna megkérdezni a pályázat részleteiről a jegybankot és a századvéget is, de egyik helyen sem akartak nyilatkozni.